angol csepárharc most már itt a mai esti műsor hajrájában. Stephen Bunting, egy korábbi BDO világbajnok, már egy box szervezeteket kezdek el mindjárt sorolni, szóval BDO világbajnok csap össze, szerintem a magyar szurkolók által is nagyon kedvelt Sedláčekkel. Győzte már le Sedláček Buntingot? Másodperc türelmedet kérem. Addig elmondom, hogy Sedláčeket ugye láthattuk Münchenben, ott Rob Cross-tól kapott ki, tisztességes küzdelemben 6-3-ra. Bunting pedig a legutóbbi Players Championship fordulóban vereséget szenvedett Lookman-től 6-2-re. Elviekben nem játszottak még egymással tétmérkőzést, legalábbis nem találtunk semmit sem regisztrálva. Úgyhogy ez lesz az első alkalom, hogy összecsapnak egymással. Te azt mondtad, hogy a szimatod hát azt mutatja, hogy talán lehet egy Sedláčeki győzelem ebből. Minden további nélkül benne van a pakliban. Karel elképesztően jó mentális állapotban van, bár mondjuk az elmúlt hétvége az nem sikerült neki úgy, ahogy tervezte, hiszen a három tornán, selejtező tornán, amin el tudott indulni, csak egy idézőjesen csak egyet tudott megnyerni. Két esetben nem tudott tovább jutni, már a legjobb 16-ból sem. Egyszer Sebastian Bielecki, egyszer pedig Honfitársa Mihály Schmeid győzte őt le. De én úgy gondolom, hogy itt most nem csak az van benne egyébként a pakliban, hogy akár itt szülessen egy meglepetés, de még egy olyan érzésem is, hogy akármelyik játékos nyeri meg ezt a mérkőzést, szerintem jó eséllyel a következő meccset Ross Smith ellen is meg fogják tudni nyerni. Akár Bunting, akár Sedláček jut tovább. Mm-hmm. Igen, Ross Smith ugye kiemelt lett. Némileg viszonylag szerencsés körülmények között, hát, mondjuk azt, mert eredetileg nem lett volna az. Igen, eredetileg nem lett volna az, csak ez ugye olyan szempontból számára is egy picit nehézkessé teszi a történetet, hogy neki mindenképpen nyernie kell ahhoz, hogy a ranglistán jóvá írják neki a pénznyereményt. 140. Itt is viszont Sedláček nincsen kiszállón. Bunting rápróbált a 170-re, amennyiben szeretne. No, kerekít, nem rámegy a búra. Ráment, maradt a 25. Sedláček válasza. 42 mindössze, marad a 136. Buntingnak 25-re, ezúttal kell egy 9-es. Ott van. Dupla 8. Az meg is van két nyílból. Ez tökéletes volt így. 14 nyilas leg az angolnak. És akkor jön gonosz Károly bácsi. Ugye ő? Igen. Evil Charlie. 137-es 180! A 49. a tornán, ez igaz? Megnézem. De mindent vezet, Zsolti, csak megnézem az összesítésemet. Bátortanul rákérdeztem erre. Nem, az 50. volt, csak a számláló nem váltott, tehát aha. Az előző meccsel bezárólag volt 49-ünk. 180 után az a 41, az kell. Az úgy jól néz ki. Akkor azt jelenti, hogy ilyen, mennyi van meccsenként, egy 4 átlagban, durván, vagy mennyi? Kb. Hát a 14. meccsnél tartunk. Durván, igen. De a 3,5-4 környékén. Utána még lesz egy Claydon Sturm meccs, és a mai programot majd a Labanauskas Rodriguez találkozó zárja. Körülbelül 10:30-kor kezdődik magyar idő szerint. És egy szimpla 20, nagyon szép kerekítés, Buntington marad a 40 pont, 100 ponttal előrébb tart, mint Karel Sedláček, de benne van dupla 10 a játék. Meg lehet oldani. Ó, de kár. Igen. Dupla 20, Bunting. Első nyíllal. Könyörtelenül 2-0. Gratulálunk. Na, nem sokára esküvő. Mindenki maga tudja. Óvatosan, fiatalok, óvatosan.
134. Ismered a viccet, hogy mi a férfi ember esetében a második házasság? Mi? A remény győzelme a tapasztalat igen, felett. Igen, igen, igen. 140. Igen. 59. Folyamatosan jönnek a triplák Buntingtól. 100. Jelen pillanatban 114 fölött van a teljes kör átlaga, és kereken 114 az első 9 nyilas átlaga. Komoly számok ezek. Hát az igen, és 2021-ben ő világbajnoki elődöntős volt. Bizony, és Karel Sedla csak nem is tud utána menni, nincsenek triplák. Szektorbiztosnak szektorbiztos a játéka. Na, most megérkezett az első tripla. Rögtön utána a második, de hát ez már elég késeinek tűnik. Nincsen továbbra sem kiszállón Sedlacek, Bunting pedig. Még az egy jó, él a dupla altra. Biff, ott is van. Szép. 3-0-ra vezet Bunting. A bulit. Tényleg megy, mint a golyó. 180! No! Hát, ha meglódul Sedlacek. 100. Százas a válasz. A negyedik már nincs meg, az ötödik sem jó, és a hatodik sem. Tehát egy egészen kiváló után egy szolidabb kör. Ott van, közel 107-es átlaga van még mindig Buntingnak. 54-es mindössze a folytatás. Ez most jó. 180! Bravo, rövid időn belül a második. Már csak az a kérdés ilyenkor, hogy azt a 60-at miért kellett a 280 közé kell. Jó, ne legyünk teletetlenek, nézzük 81-re Sedlaceket. Megvan a tripla, dupla 12. Dupla 6. Nem oldja meg egyelőre. De kár. Lesz még lehetősége rá. Sam Bunting 264-re jön. Na, lesz tripla benne? Nem. Nem, nem, nem. Úgyhogy még mindig csigavér, Karel, csigavér. Megvan. Jó, 14 éves játék. Érett már. Vagy ahogy Hollós Anyi barátom mondta mindig, amikor még itt, szolnoki csapatban voltam igazolt játékos és csapatbajnoki mérkőzéseken Jászadányiakkal összecsaptuk, hogy csigalom nyugavér. Jó. Olyan, igen, megmentette a kört. Ott is egy tripla van. Nagyon okos volt a váltás. Hiszen így 344 ponton van, amiről ugye egy 180-nal le tud érkezni kiszállóra. Sedlacek 306 pontra jött le. Egyébként Sedlacek átlaga is nagyon jó, majdnem 95-ös, tehát ilyennel azért lehetne nyerni, ha nem Bunting az ellenfél. Legalábbis jelen állás szerint azért Bunting kezd visszacsökkenni, hiszen ő az előbb még 114-es átlagnál tartott, most meg már 97,86-on, tehát... Buntingnak az első. 64. És akkor 64-ről tripla 16-ra akart menni. Még egy 8-as, és akkor a dupla 20. Nem jó. Sedlaceknek esély 68-ról. Kell a tripla 20. Az megvan. Dupla 4. Jó marker.
Igen, pont mellé, a jó helyre. 3-2, 3-0-ról. Visszavette az elveszített kezdését Sedlacek, kezdett az egyenlítésért. Bunting egyébként a turkárdosok selejtezőjéből jutott be ide. Sean Wilkinsont, illetve William Borlandet győzte le a selejtezőn még március 18-án. Karel Sedlacek pedig ugye a kelet-európai régióban érdekelt. Az hogyan alakult, ugye? Melyik 180! Hát ugye volt magyar induló is, gondolom. Igen, voltak magyar indulók, de sajnos már a 16 között kiesett Végső János, illetve... csak Végső János esett ki a magyarok közül, de hát bekérő pont Kovács Patrik ellen kellett, hogy játszon. 5-4-re nyert Patrik. Egy nagyon magas színvonalú meccs volt, én mind a ketten 94 fölötti átlagot dobtak azon a találkozón. Majd a negyed döntőben kiesett Stribik Péter Alexander Masekkel szemben, Börzsei János esett ki Kovács Patrikkal szemben, illetve Rucska József kapott ki Román Bereckitől. Az elődöntőben Patrik legyőzte Alexander Meseket, Karel Sedlacek legyőzte Román Bereckit, és a döntőben pedig 5-4 arányban tudott nyerni Karel. 25-öt hagy magának a cseh. És nem lesz meg a kiszálló Buntingnak 141-ről. 82-vel 59-et hagy magának, és akkor 25 pontra kell a 9-es, és a dupla 8. Dupla 4. Nincs meg. Pedig ott volt az esély. Bizonyán fölcsillant ez a 3-3 reménye. És 19, lehet, dupla 20. Büntetve lesz bizony. Igen, ez az, ami egy Stephen Bunting ellen nem fér bele. Mormol is valamit ott a bajsza alatt, Sedlacek. Persze még nem lehetetlen, még itt nem is könnyen lehet fordítani. Nagyon szép 131-es kezdés. 140 a válasz, nem rossz. Igen, összességében egyébként partiban van Sedlacek. Ugye jelenleg az a különbség, ami van, az a break előnye Buntingnak, amit sikerült ugye visszaállítania. De ami lényegi különbség, az a kiszállózás. Mert egyébként nagyjából egál meccset játszanak legalábbis, ami az átlagokat illeti. De a kiszállózásban 57%-kal dob Bunting, míg Sedlacek 20%-kal. Majdnem háromszor olyan jól dobja a kiszállókat Bunting, mint Sedlacek, arányaiban legalábbis. Ez nagyon-nagyon sokat jelent ezen a szinten. De nagyon jó, 131-en marad a 130 pont, lent van kiszállón, előbb hátsó pályán Karel Sedlacek. Buntingnak kellene inkább kettő tripla, így már egy is kevés lesz neki, hiszen 81-el 172-re tudott megérkezni. Nem kell rámenni a búra, hogyha megvan a tripla, de nincs meg a tripla. Megvan a tripla, 18, nagyon szép. Igen, eddig nincsen probléma, és itt kezdődnek a problémák Sedlaceknek, hogy meg kellene oldani a duplát. Hát most itt az esély, tessék, dupla 18. 3 nyila van rá. Dupla 9. Az megoldja jó. Második nyilván az jó, pedig az rázósabb útnak tűnt. A 9-es szektor, 4-3. Megint egy break. Úgyhogy megint dobhat az egyenlítésért első pályáról Karel Sedlacek. Nagyon komoly fegyvertény lenne, le tudná győzni Buntingot. Voltak már neki nagy skalpjai pályafutása során. Azért mondtam, hogy függetlenül attól, még nem is néztem meg az odszokat,
Hogy... Hát biztos, hogy Bunting volt az esélyes, és jócskán szerintem. De hát, de azért, de 1.40-et adtak Buntingra, 2.72-t Sedlacekre. De nyilván azért van egy enyhe elfogultság is bennem Sedlacek irányába, de nem az elfogultságom mondatta azt velem, hogy ebben a mérkőzésben azért benne van a meglepetés. Abszolút, most is. ...220 ponton ezzel Bunting. Sedlaceknek a 170 nem lesz meg, csak kerekíteni tud. Kérdés, hogy mennyire? 74 pontra. Az nem néz ki rosszul. Nem bizony. Most összejöhet a 4-4. Na de kérdés, hogy mekkora nyomást kap, mert egy 180-nal, de akár még egy 140-nel is. Annyi. Azért meg lehet érkezni, és Bunting meg is érkezik. Tripla 14, megvan. Dupla 16. Gyönyörű. Ott van! De szép! 74-ről! Eddig 68 volt a legmagasabb kiszállója. Így van. A cseremek. 4-4. Most kéne egy bravúros leg Sedlaceknek. Hát ha nem most, akkor a döntőlegben, de hát addig el is kell jutni. 95. Ez gyakorlatilag egálállás. Ott van, persze. Nem tudott meglógni Bunting. Szinte teljesen egyforma az átlag is. Igen, hát kiszállóban 30%-ra javított Sedlacek. Ebben továbbra is közel 60%-os az angol. És nincsen kiszálló. Olyan kiszálló, nincsen tripla. Kiszálló az még odébb van. Egy tripla ott jön, és jön még egy, 140. Itt viszont már megvan a kiszállóra érkezés Buntingtól. És az a baj, hogy Sedlacek 348-ról hiába dob 180-at. 140, de 180-nal sem érkezett volna meg kiszállóra, tehát Buntingnak így is úgy is hatnyira lett volna 121-re. 25-ös, tripla 20, még mindig tripla 20. Nem. Marad az 56 pont, teljesen jó angol szempontból. Váltás. Megvan a tripla 19, és ott is! Marad a 74. Nagyon szép kör volt. Igen, csak hát Buntingnak megvan a kerekítő szektor, így hát. Van, és akkor a dupla 20-ra 2 nyíl, de egyből megcsinálja. Hát azért ő klasszis, tényleg világklasszis, nyugodtan mondhatjuk. És jelenleg 63%-kal dobja a duplát. Parádé. Igen, tud javítani a kiszállózásán is. Tehát Sedlaceken óriási pressing van most. Szerencséje van, mert túl nagyot nem dob az angol, ez csak 60. Jó a folytatás. Itt is elmegyünk az utolsó legig. Benne van a pakliban. 123. És ott már ugye az idegek csatájában sok minden történhet ám. Bizony. 100-as. Ez egyelőre még mindig Sedlacek felé billen, főleg, hogy jön a tripla. Egy jött. Viszont csak egy. Buntingnak kellene a 3, hogy kiszálló legyen. Annyi nem lesz. Nem. Lehet, de hogy egy sem. Kettő sem lesz. Egy lesz azért. 97 a dobás, 244 maradt. Igen, maradni fog. És most vált fel a 20-asra. De nincsen tripla. Jó étvágyat. 140-ig le tudta túrni. Igen, ők látják az óriás kivetítő magukat. Guten appetit. Itt most azért Sedlaceknek áll a zászló, de... Ott van. Egy 20-as még. És az is nagyon szép a kerekítés. És vissza lehet térni erre a 40-re, hiszen 186-ról Bunting csak kerekíteni tud. Érik a final leg. 140. Nagyon szép. Hát nincs más, meg kell oldani a Sedlaceknek. Megbizony. Ott van Karel, bravo! 5-5.
És halkan jegyzem meg, hogy egyébként Cseresbedének is bejött a tippe, ő is azt mondta, hogy döntőleg lesz ezen a mérkőzésen. Igen, igen. Jó az intuíciós, anticipációs képessége Bedének. 134-es kezdés Buntingtól, erre csak egy válasz elfogadható hátsó pályán, az már nem lesz meg. Legalább a visszadobás kellene. 100. Hát nem biztos, hogy ez elegendő lesz. Azt nagyon kiemeli, azt meg nagyon lejti, és ott sem jön, 59 csak. Na, nézzük a cseh fiú, ebből mit profitál. Váltani kell. 58 mindössze. Ajajajaj. Százas. És megint ugyanaz a helyzet, hogy 3.43-ra jön Sedlacek, és a 180-nal sem lesz kiszállón. 180! Na most lesz legalább nagyon izgalmas. Legalább megdobja, de nincs kiszállón. Bunting pedig egy triplával, két triplával helyzeti előnybe kerülhet. Egy Bunting sincs. Ott van a tripla a végén. 108, nem megoldhatatlan a feladat. Kell nagyon a tripla. Egy igen, van. Tripla 17 a végére. Ott nem. Marad a 66. És akkor most a cél egyenes. Igen, hát az angolé az esély, hogy előbb rápróbáljon, és ez a nem mindegy. De nincs meg. Nincsen meg viszont. 60 mindössze, 48. Marad a 48, és lehet, hogy Karel Sedlacek egész mérkőzésen nem vezetett, lehet, hogy egyszer fog a legvégén. 16, mérkőzés dupla 20, meccs nyíl! Nem. Ujj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 j
16? Dupla 16-ot válasz? Ilyenkor mit szoktak? Szerintem inkább, ahogy elnéztem most a kiszálló tábláját, inkább 8 dupla 20. És az, bizony az. Még egy nyila van. Nincs meg! Meg! Hoppá! Vissza Sedlacek! Egy nem várt esély a cseh előtt. Ellophatja a győzelmet Buntingtól. Körömrágó befejezés. Dupla 10. Dupla 5. Még egy nyíl! Na, nincs meg. Hát igen, az idegek csatája ez már. Bunting következik. Dupla 20. Alatta. Dupla 10. Kivár. És az már csinálja. Hát nehéz szülés volt. Nyögvenyelős volt nagyon. Volt esély itt is, ott is. Végül egy picit Stephen Bunting bírta jobban idegekkel ezt a kiszálló csatát. És összességében egyébként nem érdemtelen a továbbjutása az angolnak, de nyilván Karel Sedlacek is megérdemelte volna. Nagyjából egál meccset játszott a 95-2 Buntingnál, 95-4 Sedlaceknél a kiszállózás. Bocsánat, a körátlag is a kiszállózás döntött végül, hiszen 50%-kal dobta Bunting, még Sedlacek mindössze 28-szal. Ez volt a mérleg nyelve. De kár érte. Na, majd legközelebb. Két meccsünk maradt hátra, a szünet után jön Brad Clayton, illetve az osztrák Sturm összecsapása.